Első fokon 11 év börtönre ítélték azt a bátai férfit, aki egy baltával meggyilkolta a barátját, majd elásta. A férfi megbánta tettét, és kifizette az áldozat családjának a temetés költségét. Itt ebben az udvarban gyilkolta meg egy baltával 60 éves barátját a házban élő szintén 60 éves férfi. A holttestet a ház mögötti pincébe vonszolta és elásta. Ezután meszet szórt a gödörbe, majd növényi törmelékkel temette be. Az ügyben most hozott ítéletet a Szekszárdi járásbíróság. A bíróság a vádlottat emberölés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért 11 év börtönbüntetésre és a közügyek gyakorlásától 10 év eltiltásra ítélte. A bíróság a büntetés kiszabása során nyomatékos enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott büntetlen előéletét, részbeni beismerő vallomását és az általa tanúsított megbánó magatartást, amely abban öltött testet, hogy az elhunyt sértett családja irányába lépéseket tett, felkereste őket, és a sértett temetésének költségét is magára vállalta. A szomszédok szerint a két férfi gyakran összejárt és rengeteget ittak. A végzetes napon összevesztek, mert az áldozat elszerette a barátja barátnőjét. Ekkor fogott baltát a férfi, és sújtott le barátja fejére. A szomszédok szerint a tettes korábban nem volt agresszív. Tisztelettudó volt velünk szemben. Én csodálkoztam rajta nagyon már. Meglátott itt az utcán, az udvarom, hogy bárkint vagyok, akkor is beköszönt. Barátságos volt, ha szóltam, segített. Nem csodálkozok rajta egyébként, hogy ezt csinálta. Nem hiszem, hogy józan volt. Az ítélet nem jogerős, a vádlott enyhítésért fellebbezett.